Üdvözletem! Ez itt a horoszkóp, és ebben a videóban arról szeretném beszélni, hogy rendeltem Olaszországból egy újabb Necrostorm csomagot. És el szeretném nektek mondani, hogy most mi ez a három film, és hogyan is néznek ki. Úgyhogy vágjunk is bele! A horoszkóp csak szórja az adást! 976, és meg is van a hatás! Bocsáni, Deszkréven, Adrien, Bárbó, az ítélet napban, odavágott Árnold! Már csináltam videót Necrostorm kiadványokról, amikor elsőnek vettem meg az első pakkot, illetve az egyik filmre csináltam már ismertetőt a csatornámon, a Theater City-ről, erről külön ismertető is van a csatornámon, de amikor még azt az ismertetőt csináltam, akkor ugye említettem, sőt az első videóban is, amit a Necrostormra csináltam, hogy az audio CD hiányzott ebből a Blu-ray-ből. Azért ezt gyorsan megmutatom, hogy ugye rajta van ez a kis papírzár, mindegyik Necrostorm kiadványon, és azóta belekerült a CD is, úgyhogy ez egy baromi jó érzés volt. És ahogy említették a Necrostormosok, kaptam egy extra posztert is a filmhez. Mindegyikről teszek be ilyen kis közeli képet mindegyik kiadványról, úgyhogy ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. És erről is majd eszébe egy közelít, hogy hogyan néz ki az új poszter. Az első posztert pedig láthattátok már ugye az előző Necrostormos videóban, meg ugye a Theater City-nek az ismertetőjén is, úgyhogy most már ez is teljes egészébe. Benne az audio CD brutál zenéje van. Pont ma mosogattam és hallgattam a zenét ennek a filmnek is, meg a egyiknek, amit most kaptam meg. Mindjárt kitérek rá, hogy melyik az. Baromi jó zenéje vannak ezeknek a filmeknek, tehát nem győzöm hangsúlyozni, mert próbálok majd minél több Necrostorm filmről beszélni ezen a csatornán, hát ha valakiknek megjön a kedvük, ha meg nem, legalább hallottok egy kicsikét másabb horrorfilmekről, mint amiről én beszélek, vagy bárki más, mert egyébként, ahogy nézegettem a YouTube világát, nem túl sokan beszélnek a Necrostorm filmekről. Egyébként külön érdekes, hogy amikor megrendeltem a második pakkot a Necrostormtól, de közben akkor haladjunk is, és mutogatom a cuccokat. Megrendeltem a második pakkot, és ugye szóltam nekik, hogy emlékeztek rám, hát ugye nem sok idő telt el, egy hónap, hogy hiányzik a CD, és hogy persze, beleteszik a posztert, beleteszik a CD-t, kaptam még egy kitűzőt, azt is ajándékba adták, egy ugyanolyat, mint a másiknál, a Theater Burger-eset, illetve ugye előtte odaadták a Theater Burger-nek a linkjét, a YouTube linkjét, ami a Theater City-nek ugye a folytatása. Úgyhogy láttam legalább ennek is a folytatását. Tényleg baromi jó, az a film tavaly jött ki, az a csúcs eddig náluk, mindegyik filmük egyébként valamiért kedves számomra, valamelyik jobban, valamelyik kevésbé, és ez a Theater City-nek a folytatása, a Theater Burger. Hát ez egy elképesztően profi produkció már oda, már eljutottunk, ugye ezeknél még érződik például a low budget életéhez, és mondjuk nekem pont ezért nagyon hangulatosak ezek a filmek, mert látszik ez a szeretet, amivel csinálták, tényleg, hogy mindent apai anyjait beletettek, és nem a pénz számított. Ja, gondolom az újaknál sem, mert low budget filmek még ugyanúgy, de brutális színvonala törekednek, és ugye készül jelenleg az Adam Chaplin második része, ami már le van forgatva és utómunkálatnál van, és Hotel Inferno 4-et pedig forgatják. Na de az egyik filmjük, amit megrendeltem a három közül, a Suit 313 nevezetű filmecske. Na erről találtam egy ismertetőt a YouTube-on, és nem volt túl jó. Amit a Sinister Cinema Review csinált, az úriember, és az már egy 7-8 éves ismertető, és erről csinált egy videót, amikor ezt megrendeltem, amikor ez megjelent. Mindegyikről teszek be majd közelít, hogy egyébként ebbe a Blu-ray-be is ugye van egy poszter például, és baromi jól néz ki, plusz zenei CD, mindegyik filmjük felétek, audio CD. Nekem ez baromi szimpatikus, én imádom az ilyesmit, hát ismertek engem már, mondhatom, hát azért csináltunk egy Sikolya Kés nem kérdez, meg egy Rage of Michael Myers, én is ugye DVD-t csináltattam ebből mellé, megjelent egy audio CD, a Vurdalák, meg értétek, egy posztert csináltattam, stb. Nekem picit ehhez hasonlít. És ja, ez külön érdekes, hogy amikor megrendeltem a filmeket, mondtam nekik, hogy már ezt a második pakkot, hogy csináltam a YouTube-ra videót, hogy jó, olaszok nem értik ugye a magyar, és nagyon szépen megköszönték, és azt mondták, hogy ők nem szoktak semmilyen fesztiválra járni, illetve nem szoktak fizetni ilyen nagy YouTubereknek, hogy csináljanak videókat, ismertetőket, ugye fizetettem, hanem ők a szájhagyomány útján terjedő
dolgokban hisznek, hogy adjuk át egymásnak, én is ezt teszem most éppen, de nagyon hálásak voltak. És ugye erről találtam ismertetőt a YouTube-on, mert a Suit 313-ről, és nem volt túl jó. Egyébként ezt nem a Giulio De Santi, vagy az Emmanuel De Santi rendezte, aki a legtöbb Necrostorm filmet, ezt egy angol úriember, Aaron Pederis rendezte, és ez tényleg másabb, mint a többi Necrostorm, érződik az ízén is, de nekem a maga módján tetszett, rövid egy film, de majd csinálok róla ismertetőt, és akkor inkább ezekre majd kitérek. Nekem a maga módján bejött ez a film is. Ugye a Hotel Inferno az ugye ez a first person módból van, tehát ugye a belsőből, ez meg olyan, mint a válláról menne egy rendőrnek, úgyhogy érdekes beállítások vannak benne, de majd erről beszélek egyszer, úgyhogy Suit 313. Másik ilyen film a Judy, erről se találtam szinte semmit a YouTube-on, egy valami ismertetőt, a IMDb-n persze voltak kritikák, onnan olvastam. Néztem az előzetesét, hogy nem igazán tudtam hova tenni ezt a filmet úgy elsőnek, és a borítólap nagyon tetszett, és ez is baromi jó posztere van ebbe, de hát ugye majd teszek be ugye képet meg bevágásokat, de majd erről is fogok majd beszélni egyszer a csatornámon. Ez a főszereplő hölgy, ez a Orietta Babuski, eléggé szimpatikus volt ebbe a filmbe. És amit a harmadiknak vettem, és ezt tartottam direkt a legvégére, mikor megnéztem ezt a három filmet egymás után, mert valahogy ezt éreztem, hogy ez biztos tetszeni fog. Ez a Little Necro Red, és ebben két baromi jó poszter van, ugye teszem be a közelit. Ú, isteni, hogy kinéz ez a hátsó borító is, és ugye angol felirat mindegyiken, angol hang, angol felirat. Úgyhogy minden Necrostorm kiadványon van angol felirat legalább. Most hirtelen nem ugrik be, hogy valamelyik olaszul van-e vagy se, de a lényeg az, hogy angol felirat minden van, sőt német is, francia is, talán még valami japán is szokott lenni. Ezzel nem is tudom, hogy hirtelen milyen feliratok vannak, hát multilanguage, ez van írva. Ebből, hát hú, a zenéje, ez baromi, ezt is ma mosogatás közben a Tétel City-vel felváltva hallgattam. Baromi jó, és nekem az a furcsa, hogy ez a zeneszerző a Razzavról, nem találunk nagyon semmit ugye a YouTube-on, SoundCloud-ja is hallott az Ürgének, na mindegy, ez egy baromi jó film volt, ez nagyon tetszett, erről is beszélni fogok a csatornámon. Úgyhogy így nagyjából ennyit mondtam volna el ezekről a legfrissebb Necrostorm kiadványokról, amiket vettem, úgyhogy én ajánlom nektek, hogy tegyetek egy próbát a Necrostormmal, kezdjétek a nagy címeknél, Hotel Inferno, Tater City, Adam Chaplin, és aztán lehet tovább menni, hogy ezek bejöttek, és szerintem ez a Little Necro Red is egy olyan választás lehet, ami a legtöbb nézőnek mondjuk be fog jönni, ebbe biztos vagyok. Úgyhogy összességében ennyit mondtam volna el ezekről a filmekről. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóig is. Béke!